Én azzal kezdeném, hogy számomra egy kitüntetés az, hogy itt lehetek, és egy pár szót mondhatok arról, amit tulajdonképpen gondolok, meg amit látok. És ugye általában, ha valaki kap egy kitüntetést, akkor azzal kezdi, hogy köszönetet mond azoknak, akik az életében jelentős szerepet játszottak, vagy ennek az eredménynek az elérésében. De még mielőtt erről egy kicsit fecsegnék, azért hagyd mondjam el, hogy pontosan tudom, mit akarok mondani. Tehát egy mondatom, vagy két mondatom lesz a végén, ha valakinek van türelme ezt végighallgatnia, mert azért elmondom, hogy miért vagyok itt. De fölvezetésként hagyd mondjam, hogy kinek mit köszönhetek, és nagyon gyors lesz ez. Az a generáció, ahhoz a generációhoz tartozom, akik a világháború, másik világháború idején születtek, és már többször különböző egyetemi előadásom közben elmondtam fiataloknak, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Mert ha azzal indulok, hogy az édesanyám arcára, én úgy emlékszem vissza az első arcra, mint aki engem fölkapott és vitt le a pincébe a belövések idején, tehát egy tragikus és egy nagyon szomorú időponthoz kötődik ez, de utána már gimnazistaként megéltem a 1956-os forradalmat, ami nagy felszabadulást jelentett az ember életébe, egy világra való kitekintés lehetőségét adta. Majd az 1960-as években egyébként, mint egyetemista az iparművészeti, akkor még főiskola, például Pohárnok Mihály kollégáival, barátainkkal, ebben az épületben tudtuk megszervezni az építész-iparművész klubot, ami egy hihetetlen, csodálatos rátekintés volt a világra. Ugye a mi gyerekkorunk, amelyikben ugye nem szenvedtük, mert ez egy hazugság volna, mert az ember családi boldogságban élt, de mégiscsak mondjuk művészeti és környezeti szempontból megállt az igazán a tudás, az információ lehetősége az impresszionizmusnál. De itt az 1960-as években ebben az épületben egy rácsodálkozás volt a modern világra, a 20. század elejének magyar csodáira, világ csodáira, és olyan emberek, mint Mezei Árpád, vagy Körner Éva, vagy Pernecki Géza tartottak előadást, vagy az építészet területéről egy-két olyan csodálatos embert, hogy említsek meg, akinek tényleg köszönhetem a felnőtt életem felé irányulást, mint Pogány Frigyes, vagy Szent Király Zoltán, akik teljes terítettségű, műveltségű, hihetetlen humánus, nagy tudású emberek voltak. Hogy az ember az életében utána tovább került, én építészmérnökként végeztem, de pont az építészet csodája az, hogy az ember nagyon sok mindennel foglalkozhat, nagyon sok mindent kell megérteni, és nagyon sok féleségben kell tudni bizonyos érzéket szerezni, a művészettől a műszaki tudományok át a politikáig. Hát én elsodródtam a városrendezés, elsodródtam a regionális fejlesztés majd a politika irányába, és hát azért ott elég mélyen elismerültem egy jó ideig. A következő jelentős állomás az a 90-es évek fantasztikus forradalma volt, és ez már az igazi mondani valómnak a lényege is, hogy az ember egy nagyon megosztott világban, de jó barátokkal körülvéve elérkezett egy olyan pontra, amikor mindenkit be tudott fogadni. Tehát a legkülönböző politikai irányzatot, kulturális irányzatot, mindenkire rácsodálkoztunk szabadon, mindenfajta korlát nélkül. Ugye Kerekasztal címen ismeri a világ azt az együttműködést, ami a különböző irányokból meghatározta utána az évtizedeket. Az volt a szerencsém, ugye én több kormányban vettem részt különböző szerepekben, de hogy a 2002-2006 közötti időben államtitkárként, vagy miniszterként az európai csatlakozáson dolgozhattam. És ez a második ilyen pont, amit szeretnék hozzákötni, ugye a 90-es rendszerváltás utáni időponthoz, hogy azért az nem semmi, amikor az ember életében egy ilyen fantasztikus történelmi változás közvetlen közelében lehet, hiszen nem rajtunk múlott, nem rajtam múlott, hanem mindenki másnak, akivel együtt dolgoztunk akkor, és hát ennek előzetes 20 éves fölkészítési periódusa is volt már természetesen. Abban furcsa és csodálatos szerencsével volt részem, hogy mi erdélyi származásunk lévén egyik aláíró lehettem a román csatlakozásnak az Unióhoz. És ez sajnos a családomból senki más nem érhette meg, már édesanyám, édesapám, de mindenképpen az embert ez milyen érzelmileg megfogta. Hát ezt követően sok helyen dolgoztam, és elérkeztem idáig most már nem fiatal emberként,
Ahhoz, hogy köszönetet mondjak még nem csak ezeknek a csodálatos embereknek, akik tanítottak, hanem akikkel együtt dolgoztam, akik között nagyszerű építészek és városrendezők voltak. Egyet hagyd mondjak, ugye nemrégiben néztem végig itt Regymorsz Eszternek a nagyon megható párperces jelenését. Az édesapja Regymorsz Péter nekem 4 évig a gimnáziumban pattársam volt. Én tőle tanultam tulajdonképpen, a magam korosztályában voltam a legtöbbet. De a mai városrendezők és a jól ismert építészek közül nagyon sokat dolgozhattam együtt, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt az életemben. Akinek még köszönetet kell mondani, az tulajdonképpen a feleségem, a családom, aki kibírta az én elég nehéz időszakaimat is, aki áttette magát sok nehézségen, de bírónő létén egy olyan erkölcsi pluszt adott az embernek, ami mindenféleképpen meghatározó volt. 56 éve együtt élünk, és a jövő tekintetében is még remélem. Az a rövid mondat, amit szeretnék mondani, ugye erre épül. Tehát ez alatt a durván 80 év alatt folyamatosan a megosztottságból a megértés fele haladt az életpályám. A másoknak a megértése, másoknak a tisztelete, figyelembevétele. És ez legyen akár egyéni, akár vallási, akár nemi, akár politikai, bármilyen vonalon, de azt gondolom, hogy a Magyarország jövője és egyáltalán a létezésünknek a legfontosabb tartalma az, hogyha megérthetünk, megértjük a másikat, és együtt vagyunk képesek dolgozni. Én elborzadva nézem azt, hogy a 90-es rendszerváltás, de visszatértünk 56-os forradalomig, a 90-es rendszerváltás és a 2002-2004-es békés európai csatlakozást követően most egy olyan megosztottságban élünk, ami számomra felfoghatatlan. Egyszerűen felfoghatatlan az, hogy miért nem vagyunk képesek a másikban a jót megtalálni, akármelyik oldalról van most szó. És azt hiszem, hogy egyetlen egy jövője lehet Magyarországnak, hogyha képesek vagyunk a következő időszakra szóló elképzeléseinket, fejlesztéseink, a jövőnkben képesek vagyunk együtt dolgozni, színre, fajtra, nemre, bármire való tekintet nélkül. Kérem, fogadják ezt a pár percet talán egy felhívásnak, hogy legyen békés, legyen nyugalom már végre ebben az országban. Az a fejlesztési terv, amit 2002 után letettünk az unió asztalára, annak két fő célkitűzése volt. Az egyik a kultúra, és a másik pedig a biztonság. Én ezt most hagyd tegyem hozzá azt, hogy vannak garanciáink a szabadságra, és ezt mindenféleképpen ezért dolgoznunk kell, együtt kell, és ezt meg kell értenünk. Én köszönöm ennek a lehetőségét, és mindannak a sok jó kollégának, embernek, családnak, személynek, mindenkinek, hogy egyáltalán az ember 80 éves koráig érkezvén egy boldog életet végélhetett, és kérem mindenkitől, hogy a következő életben is biztosítsa minden ember számára ennek a lehetőségét.